Én Nóra vagyok. Én pedig Dénes. Sziasztok. Két éve határoztuk el, hogy örökbefogadó szülők leszünk, és hát alig hisszük még el. 3 napja szólt az egyesület, hogy kapunk egy kis babát. Egy hónap múlva vihetjük majd haza. A Nóra nem ment át hozzátok? Nem, de miért para van? Történt valami? Bántott. Az a férfi volt a buszról. Mit csinált? Ezek jobban tudják, hogy 2-3 nappal később bejelentett nemi erőszakügyeknek. Nagyon kis hányad oldódik csak meg. Biztos vagy benne, hogy az a férfi volt? Igen, biztos. Megtaláltam. Megvan a fickó. De ugye nem beszéltél vele. Mi fog most történni? Szembesítés. Nem úgy ment, mint hittem. Szerintem beszéljen a feleségével. Miért nem koncentrálhatunk a lányunkra? Lesz egy lányunk, Dénes. Na akkor mostantól békén is hagyjuk magukat. Nem változott semmi, gondolom. Nem tudom, hogy miért csinálja ezt, de ez biztos, hogy ezzel kinyír. Ez az ember hazudik. Nagyon durva, amit Nóri jól tettek. Törbe csalták. Nekem ez egyértelmű. Mondott neked valamit, Nóra? Elég labilisnak tűnik. Tényleg a részletekre vagy kíváncsi? Ezekről szeretnél beszélgetni? Arról, hogy mit tett vele? Mit tett veled? Egyáltalán tudod, vagy csak össze-vissza beszélsz, és nem tudsz semmit? Jó anya leszek. Akkor is, ha nem hiszed el.